Szevasztok, Simon vagyok, és itt vagyok én már a 19. résszel. Egy picit alakítottam a malomnak a tetején az előző részhez képest, én is még mindig nem voltam vele megelégedve, de szerintem így jó lett, és majd meg fogom csinálni az utat be a búzamezőbe a malomhoz, csak előbb befejezem itt ezt a tornyot, és az előző részben nem sok kedvem volt, ezért hát megcsinálom most. Szóval van ez a kis házunk, és ugye ebből fog így kijönni a torony. El kell döntenem, hogy milyen fából lesz. Nem ilyenből. Esetleg ez. Ez ugyanaz. Jó. Akkor sötétebb. Vagy szimplán lesz fából. Esetleg kőből. Oké, akkor így fogom megcsinálni. Tolok rá egy sor követ. Ja igen, és ezt átalakítottam, hogy ne fél blokk legyen, ugyanis a fél blokkra, hogyha rakok akármilyen más blokkot, akkor így alulról ilyen marha sötét lesz, és elég undorítóan nézett ki. Szóval belül így már három magas lett a tető. Akkor erre itt ráépítem. Kell erre még egy sor? Nem hiszem. Inkább fogom, azt rakom rá a fát. Vagy erre is tolok még egy ilyen fajta fát, és akkor valami szép sor mintája lesz. Így, ezekre van lesz szükség. Legalább helyem legyen. És innentől pedig egy sorfa. Ez egy egészen tetszetős. Úgyhogy erre még itt jön szerintem még egy sorfa, és rakok rá szépen egy tetőt. Vagy még egy picivel magasabb lesz mondjuk egyel, és akkor erre már tetőt pakolom. Így, és keresek valami elemet, mert szerintem stone brickből fogom megcsinálni a lépcsőt. Itt van. És akkor így talán. Mondjuk abból az ablakból nem sokat lehet majd látni, de ez mondjuk majd megoldom később. És akkor itt jön egy sor. Hoppá. Itt meg így, meg így. És egész blokk. Mondjuk akkor itt egyel még bele kell így piszkálni, hogy egy sort át kell rakni téglára. És így lesz a jó. Valamit kell még a fél blokkhoz ígyni. Akkor ide még betolom ezeket, ide is a fél blokk. Szerintem rakok egy kis fát a tetőből, ugyanis ez így nem túl szép. Fogom ezt a... hol a fa lépcső? Jaj. Így. Na, ugye följebb. Még egy alarébb. Így jó, viszont akkor a belsőjét is átrakom fára, és akkor itt lesz egy ilyen kő valami rajta. Valamit kéne majd rá ablak. Mert ez így nem a legjobb. Ez az. És akkor ezt is, meg ezt is. És egyel kiebb kellett volna ezt hozni. Szóval ezt még variálok egy picit, ide rakok bele. Így. Akkor a másik oldalt is egyel kiebb hozom. Megkaptam megint csak amúgy, hogy elég lassan haladok, de hát többször is elmondtam, hogy hát igen, ezt én is elfogadom, amúgy pedig így lesz szerintem a legszebb, hogy mindent átgondolok szépen, és megint csak ott kifelejtettem átrakni. De hogy is jó az így kőtéglára. Nem szórakozok. És hát ott az alját mégiscsak át kell rakni fára. Ezt itt. Na
megcsinálnám már szívesen az ablakot, mert át tudnék repülni rajta. Hát azon gondolkodok, hogy akkor ezt a kőtéglát akkor megcsinálom szimplán fára, hogy így ilyen a... az alatta lévő... jó, ezek nem is lógnak ki. Így. Ja, az így szerintem jobb egy fokkal, szóval akkor így lesz a tető. És csinálok rá szép nagy ablakot, ilyen... így mondjuk. És akkor kirakom szépen üveggel. Meg akkor minden másik irányba is csinálok ablakot, csak kell akkor egy kijárat. Na, nem minden, mert hátrafele nem, de erre lesz egy kettes, így. Meg erre egy kettes, így. Akkor már lehet visszafele is legalább le lehet látni a városba. Lehet, hogy jobb az ilyen szép nagyban. És akkor rakunk egy kis fákját a tetejére, hogy lássunk. Ez itt tökéletes. Még megmaradt a tető alakja is. És akkor kell ide egy kis feljáró, mondjuk ezt kibontom, és megnézzük, hogy hol lenne a legcélszerűbb. Itt pont van is egy fal, ahova felrakhatom a létrát. Létrát. Így. Na, ez szerintem így jó is lesz. Még csinálok rá egy kis lépcsőt, hogy fel lehessen ide állni. Nem így, így. De akkor már miért nem csinálom meg, hogy magasabb lehessen feljönni? Hát akkor magasabbra kell felmászni. Ops. Mondjuk akkor... de. És akkor a kő ki sem látszik, így fokkal szebb. És ide rakok akkor egy fél blokk sort. Nem ilyet, fából. És akkor szépen ki lehet látni. De mondjuk nem is kell. Ja, és többen kommentáltátok, hogy csúszik a hang, és ez igazából nem tudom, hogy mitől lehet, mert nálam nem csúszik, és elég kevesen, tehát minden videónál kb. Egy-egy ember jelzi csak. És nem tudom, hogy mitől lehet, ugyanis mondom, nálam nem csúszik. Tehát lehet, hogy lassan eszetek, és gyorsabb hozom be a képet, mint a hangot, bár ez nem szokott túlságosan jellemző lenni. Mit lehet a plafonra rakni? Fát. Így. Tökéletes. Kívülre is rakok szerintem fákját. És akkor jobban lehet majd látni. Hát nem rakok, mert nem tudok az üve... Tehát annyira nem szép. Ja, az így körülbelül jó is. Na. Azon gondolkodok, ide ki lehessen jönni a tetőre. Aztán akkor ezt fel kell csinálni ilyen rendes blokkra egészre. Hopp. Tehát cserélem gyorsan. És fogok egy kis kerítést. Így meg is van. Fogok egy kis kerítést. Mondjuk ilyet. Ó. Tök jó. Akkor ezt itt már hagyom is. Ezt így. És akkor ami így kilóg, azt megint csak fél blokkra cserélem, így szebb lesz egy fokkal. És akkor lesznek ilyen szép ajtó. Hoppá. Igen, egyen magasabbra kellene. Hát akkor... itt lesz a kilátó rész. Így. Itt lesz egy... ilyen. És akkor itt oldalra lehet csak kijön. Nem jó, mert arrafele is kell kijárat. Akkor megnézem, hogy arrafele hogy legyen kijárat. Mondjuk itt akárhol lehet, bár legjobb lenne itt a sarkán. Mert akkor ugye... vagy pedig
fogom ide a követ meg a fát. És akkor ide is ki lehet állni, és itt lehet kimenni. Na jó. Ez most szerintem itt túl ronda lesz, úgyhogy inkább hagyom. És akkor csinálok egy külön feljárót neki, amivel ki lehet menni a teraszra. Úgymond teraszra. Túl sok variálás lesz, és rondább is lesz a végeredmény sokkal. Ha már egyszer ilyen szépen megcsináltam, akkor nem akarom elrontani. Úgyhogy nézzük is akkor. Kb. Így jók is ezek a feljárók, már csak akkor kell ide egy lépcső. Vagy inkább egy másik létra. Már találom. Itt vagy. Ó, az pont nem jött össze. Akkor fákját is vissza kéne rakni. Itt lehetne esetleg még följáró, itt megint csak nem jó. Ez már az alja. Hát akkor ott nem lesz feljáró. Akkor ez csak dísz lesz itt szépen. Rakok oda mondjuk egy-egy fákját ide a sarkaira. Vagy azért valamit világítson este. És akkor ilyen dísz lesz így gyakorlatilag. Majd esetleg chestet rakok oda, hogy valahogy azért kinézzem. És akkor most megcsinálom a malomtól elvezető utat ide kifelé. Addig megmutatom gyorsan, hogy milyen lett a malom belülről. Valamint ki kéne javítani ezeket a búzamezőket, amiket letapostam. Itt van egy ilyen szép kis alsó rész, ahol ablakok vannak. Meglehetősen jól néz ki amúgy ez a nagy búzamező. Aztán itt fönn van egy ilyen valami, amit sikerült építenem. Itt még följebb van a legfőbb emelet, ahol csak ilyen mini ablakok vannak, és szépen ki lehet látni a malom kerékre. Gyorsan ki is repülök valami ablakon. Na, nem férek ki. Akkor inkább az ajtón. Ja igen, és megkaptam körülbelül 30 millió kommentben, hogy kiütöttem minden a lépcsőt, de észrevettem, úgyhogy ki van javítva, látjátok. Szóval nem kérek több ilyen kommentet, köszi. Fogok gyorsan egy kapát, meg egy kis magot. Gyorsan beültetem, ami hiányzik. Így. Szuper. Itt mondjuk úgyis ki lesz szásva kettő vastagon az út. Tehát megcsinálom, szerintem szép egyenesen meg tudom csinálni az utat. Ó, le is taposom. Azon gondolkodok, hogy kijapozom egy kicsit a malmot erre, és akkor rövidebb lesz az út. Szerintem meg is teszem gyorsan, fogom a World Editet. Ez melyik blokk ez? Akkor egy, és ez a legszéle. Hoppá. Kettő. Megnézzük, hogy jól át tudja másolni a lépcsőket, hanem akkor inkább fogom aztán. Per. Cut. Wow, de jó hangja volt. És mondjuk berakom ide. Per. Paszt. Ó, tökéletesen átmásolta. Oké, hát akkor így lesz. Ó, lemaradt a díszítés. Hogy is csináltam? Itt volt egy fél blokk, és jaj, és kettő lépcső. Akkor fordítva, menünk. Azt oda. Azt meg oda. Igen, így volt. Ó, közben vontam a búzát. Nem baj, de úgyis vissza kell pakolni, úgyhogy fogom a kis földet. Per iFarmland. Ja, hogy előbb rá kéne rakni a búzát. Oké, akkor viszont fogok ehhez egy külön eszközt, mondjuk ezt kaphatok értes is. Per brush fair crops 5 és per mask farmland. És akkor pakolom megint csak ki. Oppa!
Igen, mondjuk ki visszacseréli a búzát is, de nem mindig, tök mindig meg fogom növeszteni újra. Gyorsan kell pakolgatni, inkább egymás mellé rakom. Minél gyorsabb lesz, hogy ugye ne füvesedjen vissza. Hoppá, kis beakadt. Azt de szépen oda raktam fölé. Oké, akkor most kezdjük a visszacserélgetést. Szuper, akkor onnan kiütöttem egyet, úgyhogy ezt vissza is pakolom rá. Ó, csináltam egy gabonakört. Na, akkor per grow all. Szépen megnő az összes. Kis beakadás, így van. Gyorsan megcsinom az utat, és akkor már ennyi lesz. Ó, persze, hogy hiányzik innen. Ezt már kézzel fogom elültetni. Fogom magokat, ha megtalálom. Nem tök magot. Így. Innen hiányzik még. Ja igen, és sokan kérdeztetek, hogy ki lehet-e jönni a búzamezőre. Természetesen meg körbe fogom venni valamivel, hogy ne lehessen bemenni, mert hát konkrétan végtelen kaja mennyiség lenne, úgyhogy azért nem örültem meg, hogy ennyire megkönnyítsem a játékosok dolgát. Opa! Ezt ki is kéne tölteni, gondolom. Na, rakkod ide egy fákját, és akkor nem fog bele spawnolni semmi. Azért, hogy ne legyen zombi hörgés random. Ez mondjuk elég zavaró. Csak valami utat neki. Ja, ahogy gravelből nem kéne. Mindegy. Ja, persze. Ó, hogy egyek magasabbra akarom, akkor minek ütöm szét a dörtöt? Na, még az utat megcsinálom, az ebbe a részbe belefér. És akkor utána többi teendő a következő részre fog maradni. Itt még tolok egy kis kerítést mellé, mondjuk meg egy fél blokkot, amire lehet jönni. Így, és kerítés. Úgy, ó, meg akkor már ezt is. És valami anyagot kell találnom, amire rárakom a kerítés, de lehet, hogy csak a szimpla fű lesz. Megnézzük, hogy hogy fog kinézni. Aztán, hogyha nagyon nem tetszik, akkor keresek valami más anyagot, de szerintem jó lesz ez. És ugye nem is hullóblokk, úgyhogy normálisabban meg is tudom csinálni. Szépen végig. Így nem tudnak majd kijönni a mezőre. Főleg mivel nem lesz jobb blokkot pakolni, megtörni sem. Szóval így szépen el van kerítve. Mondjuk itt ki lehet majd ugrani, úgyhogy ezt rakok rá a láthatatlan blokkot. Tehát így simán ugye fel lehetne ugrani, mondjuk én béna vagyok, úgyhogy és pont nem megy. Vagy hogy ugye még kijebb hozom majd. Na mindegy, ez így kb. Jó is. Oké. Okay. Ja, annyira nem is ronda. Szóval akkor ennyi lenne mára, hamarosan jövök majd a következő résszel. Sziasztok!